Köszöntöm kedves nézőinket, Önök a Kalocsa TV csütörtök esti híradóját látják 2020. október 8-án este 7:30-tól. Városunk is csatlakozik a LIFE projekthez, 60 millióból valósulhat meg a környezetvédelmi beruházás. A járvány második hulláma zajlik, 932 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus fertőzést. Kristályt árultak a gyanú szerint Kalocsán, a helyi rendőrök elfogták a gyanúsítottat. A Mogyoró, Málna, Egres, Major Anna, Lencse utcák végén található 5 darab vízállásos terület válhat élhetőbbé a jövőben. Kalocsa is csatlakozik ugyanis a LIFE projekthez, mely Bátyán már sikeresen lezajlott. Az új program együttműködésben jön létre, melyben sikeres pályázat esetén a környezetvédelmi munkákra városunk közel 60 millió forintot fordíthat. Így néz ki a Bátyán megvalósult LIFE projekt. A település határában egy záportározó tó került kialakítása, ahol megőrzik az értékes vízkészletet. Ez környezetvédelmi szempontból jelentős, ugyanis elpárologva javítja a mikroklímát, a talajba beszivárogva pedig pótolja a talajvizet. Továbbá a kihelyezett pihenő padoknak és a szép zöld környezetnek köszönhetően szabadidős tevékenységek is eltölthetőek itt. Ez a projekt lezárult, azonban városunkkal karöltve tovább folytatódhat. Kalocsa is csatlakozik a LIFE projekthez, melyről a legutóbbi testületi ülésen döntöttek. Ez egy környezetvédelmi pályázat, az Európai Unió hirdette meg, vízgazdálkodással kapcsolatos klímavédelmi pályázat, vízkészlet megtartása. Erre van lehetősége Kalocsának is. Itt Bátya nagyközséggel együtt a Mogyoró, Málna, Egres, Major Anna és a Lencse utcák végén található 5 darab vízállásos területnek a fejlesztésére. Itt ilyen tómedrek, kotrása, bővítés, mélyítés, tavirózsák telepítése, partoldal rendbetétel, tehát ezt a víztározóinkat tudnánk egy kicsit rendezni. Sikeres elbírálás esetén mindezen munkákra Kalocsa közel 60 millió forintot fordíthatna. A beteg elhalt fákat is eltávolítanák a Gyümölcs utcák végéről, melyek helyére újakat ültetnének, továbbá kiülő pavilonokat is kihelyeznének. A fejlesztés célja, hogy a város ezen területén az ott lakók számára a szabadidő eltöltésének új módját biztosítsák a terület rendezésével, igényes sétáló és beszélgetőhely kialakításával. Ezen felül a város óvodásainak egy bemutató teret hozzanak létre, ahol megismerkedhetnek a fafajtákkal, növényekkel, és megtanulhatják a víz fontosságát. Mind az ott élőknek, és mind azoknak a használóknak, bérlőknek, akik ugye ezeket a területeket bérlik, őnekik is előnyükre fog válni, mert ugye egy rendezettebb, jobb terület, jobb víztározó kerül kialakításra. A pályázaton Kalocsa együttműködő partnerként venne részt, Bátyával és Fogtővel kiegészülve. A tender benyújtásáról szóló határozatot a testület nem szavazat nélkül egyhangulag elfogadta. 932 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus fertőzést, ezzel 34.046 főre nőtt hazánkban a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 21 beteg, így az elhunytak száma 898 főre emelkedett, 9.187-en pedig már meggyógyultak. Javában tart a járvány második hulláma Magyarországon. A legfrissebb adatok alapján 932 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus fertőzést, és elhunyt 21 beteg. Jellemzően kétharmaduknál szívérrendszeri megbetegedés volt fellelhető, míg a további egyharmad elhunytnál általában anyagcserebetegség, és jellemzi az elhunytaknak a megbetegedéseit az a magyarországi általános megbetegedési viszony, ami a daganatos megbetegedések arányát
illetve az anyagcsere megbetegedések, illetve a cukorbetegség előfordulását is jellemzi. Körülbelül ugyanazt az arányt látjuk az elhunytaknál, mint ami a magyar megbetegedési arány Magyarországon a jellemző népbetegségek. Az elhunytak száma ma reggelre 898 főre emelkedett, 9187-en pedig már meggyógyultak. Az aktív fertőzöttek száma 23.961 fő. 804 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 56-an vannak lélegeztetőgépen. Nem egy egyszerű náthávval állunk szemben, nagyon fontosak azok a rendszabályok, azok a higiénés utasítások, jogszabályok, amelyeket folyamatosan és tudatosan be kell tartanunk minden korosztályban. Kiemelten fontos az idősek és a krónikus betegek védelme, ezért az időseket kérik, hogy fokozottan figyeljenek magukra és az általános óvintézkedések betartására. A kórházakban és az idős otthonokban továbbra is látogatási tilalom van érvényben. Az idős otthonok fenntartóinak pedig mindent meg kell tennie a fertőzések elkerüléséért. Az iskolákban és az óvodákban kötelező a testhőmérséklet mérés annak érdekében, hogy kiszűrjék a lázas gyermekeket és pedagógusokat, és ezzel is védjék az óvodák és iskolák zavartalan működését. Az operatív törzs jelenleg 30 óvodában és 6 iskolában rendelt el rendkívüli szünetet, 121 osztálynál és 6 teljes iskolánál pedig digitális munkarendet a koronavírus megbetegedések miatt. Az Eperföldi Általános Iskoláért Közhasznú Alapítvány jóvoltából újabb projekt valósulhatott meg az intézményben. Egy kertkiülő került az udvarra, ami a szülők adójának 1%-os felajánlásából és a tavalyi jótékonysági bál bevételéből jött létre. Hosszú ideje áll a diákok mellett az alapítvány, itt szinte minden évben örülhetnek valami újnak a gyerekek. Az alapítványnak elsősorban a gyerekek, tehetséges gyerekek támogatása a célja, illetve minden iskolába járó gyereknek a szabadidős tevékenységéhez való dolgok biztosítása és annak a megteremtése a célja az alapítványnak. Ezért az elmúlt években felépítettünk egy nagyon szép kis játszóteret a gyerekeknek, egy kis edzőparkot, illetve padokkal láttuk el az udvart, hogy szünetekben is délután le tudjanak ülni, tudjanak beszélgetni, hasznosan el tudják tölteni az idejüket. A korábbi kerti pavilon is rendszeresen megtelik beszélgető, társasjátékozó, rajzoló gyerekekkel. Akár egy fél osztály is odafér az újnál az asztalhoz egyszerre. 2019-ben volt egy alapítványi bálunk, és annak a bevételéből, illetve a szülők 1%-os adójából összeállt annyi pénz, hogy a hátunk mögött látható kis szaletlit, kis közösségi részt meg tudtuk teremteni a gyerekeknek. 2020 áprilisában sajnos nem lehetett megtartani a nagy népszerűségnek örvendő jótékonysági bált, de a tanítók, tanárok bizakodóak. Nehéz a feladatunk, de természetesen egy újabb bál szervezése is nem vesztette el a reményünket abban, hogy jövőre megrendezhetjük ezt a bált, és újra egy kellemes estét tölthetünk együtt. Szülők is segítenek, és a kollégák is, tehát együtt szoktuk ezt úgy kitalálni, összetenni, hogy mire lenne szükség, és vannak újabb terveink, amit szeretnénk megvalósítani tavaszra. Jelen helyzetben nem utazhatunk, így régebbi élményeket lehet felidézni. Így volt ez kedden a Tomori Pál Városi Könyvtárban, hiszen Indiáról szólt dr. Cibulka Zoltán előadása. Sokszínűség. Talán ez az első szó, ha India neve felmerül. Legyen szó vallásról, gasztronómiáról, divatról vagy kultúráról. Mindenképpen óriási élmény Indiába menni, de nem mindegy, hogy hol kezdi először az ember. Tehát mondjuk én is elgondolkodnék, ha most először mennék oda, akkor vajon hol, mi lenne az, amit szeretnék elsőként megnézni. Nyilván vannak ezek a nagyon kiemelt látnivalók, mint a Taj Mahal, vagy az Aranytemplom, vagy délen is nagyon sok minden van, de annyira gazdag, hogy mindenképpen szinte először is, többetszer is ugyanaz az élményt nyújtja. Az első utazásakor, a 90-es években Delhi főutcája egészen más képet mutatott, mint manapság. A turistákat mindig nyugtatom, akik készülnek Indiába, hogy ne aggódjanak, mert amerre ők járnak, arra nagyon kultúrált minden. A szállodák 4-5 csillagosak, nagyon-nagyon sok maharadzsának
királynak a palotája át lett alakítva szállodával, például szállodával, sőt van olyan, amit ő igazgat, az övé volt valamikor, és most ő az igazgató. A tó közepén van egy szálloda, tehát tényleg nagyon sokat adnak a turizmusra. Az indiai konyha hamarabb elejtheti az embert. Vegetáriánus ételek garmadáját lehet megkóstolni az ott töltött napok, hetek alatt. Nagyon fűszeres ételeket készítenek, nagyon szeretik a csípős, valóban fűszeres ételeket, de például ott van a szegények eledele, ami annyit jelent, hogy az égvilágon minden zöldséget kirántanak, még a csilit is, és fantasztikus. De a másik oldalon például én imádom a kenyerüket. Nincs nekik igazi kenyerük, de vagy 20 féle kenyér az van. Nannak hívják egyébként a garlic nan, a fokhagymás kenyér, ilyen lángosszerű, hát az imádnivaló. És ha túl korán kihozzák nekem az étterembe, akkor a vacsorának már annyi, mert jön a vacsora, én már jól akkor kezdve, annyira finom. Egy szerencsés az előadás végén egy kis indiai elefánt szoborra lett gazdagabb. Kristályt árultak a gyanú szerint Kalocsán, a helyi rendőrök elfogták a gyanúsítottat. A kalocsai nyomozóknak olyan információ jutott a birtokába, miszerint egy helyi férfi Kristály néven közismert új pszichoaktív anyagot árul lakásában. A nyomozók a házkutatás során több adag kiporciózott fehér port, továbbá csomagoló anyagokat találtak és foglaltak le. A rendőrök feltehetően bűncselekményekből származó járművet, pénzt, illetve egyéb vagyontárgyakat foglaltak le vagyonvisszaszerzés céljából. A kristály meta kristályos metamfetamin rövidítése. A metamfetamin egy fehér kristályos drog, amelyet felszippantanak, elszívnak vagy inekcióznak. Néhányan még szájon át is fogyasztják, de mindenkiben erős vágy alakul ki arra, hogy tovább használja, mivel a drog a boldogság és a jó közérzet hamis érzetét kelti, hirtelen magabiztosságot, hiperaktivitást és energikusságot érez a fogyasztó. Az étvágyat is csökkenti, ezek a hatások általában 6-8 órán keresztül tartanak, de akár 24 órán át is. Az első élmény lehet, hogy valamennyire kellemes, de a metamfetamin már az első perctől kezdve elkezdi tönkretenni az emberek életét. A 45 éves férfit elfogták, és vele szemben új pszichoaktív anyaggal visszaélés gyanúja miatt indítottak büntető eljárást. A gyanúsítottat őrizetbe vették, és előterjesztést tettek letartóztatásának indítványozására, amit az illetékes hatóság el is rendelt. Mint arról már korábban beszámoltunk, a miskei származású tartestvérek már biztosan ott lesznek a 2021-es hazai rendezésű világbajnokságon. A csapat velük vált teljessé, így a fiatalok most teljes erőbedobással készülhetnek a nagy megmérettetésre. Az idei utánpótlás országos bajnokság remek főpróbája volt a jövő évi VB-nek, ugyanis 2021-ben azon a kunhegyesi pályán rendezik majd meg a rangos világversenyt, amelyen most 2020-ban a tartestvérek már bizonyítottak. Csinált olyat az Oliver, hogy az ő versenyük 3 órás, és a 3 órában több halat fogott, mint az egyel idősebb korosztály 4 órában. Ott pálya csúcsot tudott horgászni, majdnem 10 kilós fogással, gyönyörű dévérekkel, gyönyörű pontyokkal. Tehát azon a kunhegyesi vízen, ahol jövőre VB lesz, az most egy egész jó föltöltődve, egy jó kis csapat taktikával, egy olyan teljesítőképes tudással tudtunk fölállni, amit reméljük, hogy jövőre még csak egy kicsit fényezünk, és egy nagyon szép eredményt érünk el a VB-n. A magyar utánpótlás VB keret nem túl nagy létszámú, ezért is olyan különleges és rendkívüli eredmény, hogy a miskei származású tartestvéreknek sikerült megszerezniük a lehetőséget, hogy bekerüljenek a csapatba. 5 tagú a világbajnoki csapatunk. Van egy szolnoki kisrác, akinek ugye kartávolságra van a világbajnokság, ő Nagy Dénes. Van egy fehérvári kisrác, Lőrinc Benedek, és van egy nagyon-nagyon idős, a többiekhez képest nagyon hosszú versenyzői tapasztalattal megért versenyzőnk, ő Vador Roland. És így áll össze a kis tábunk. A hazai egységnek van egy póttagja is, akit a szövetségi kapitány választhatott ki. Van egy állandó olyanunk, akit mindig megválaszthatok magamnak, aki eljön, csak abban az esetben hoz felszerelést, hogyha ezzel az ötössel valami probléma van. Azt is kívánom, hogy legyen, meg azt is, hogy ne legyen. Nyilvánvaló, hogy én azt szeretném, hogy,
hogy ne legyen probléma a gyerekekkel, és ők végig tudják horgászni ezt a világbajnokságot. A hatodik embernek meg hát az, hogy legyen részese annak a teamnek, aki föláll a dobogónak. Remélem majd olyan fokára, amit én ki se szeretnék mondani. Martin Gábor egyébként többszörös VB-érmes szövetségi kapitány. Reméljük jövőre tovább gyarapszik majd ez az éremgyűjtemény, az új csapat és az eredményes felkészülés jó voltából. Kedves nézőink, köszönöm, hogy velem tartottak. Híradóval és friss hírekkel legközelebb holnap este jelentkezünk. Híreinket megtekinthetik a Kalocsa TV honlapján. További szép estét kívánok, viszontlátásra!